ugye a liszteket számmal és betűvel jelölik, a jelen esetben a BL, azaz buzalisztre jelölést mutat, a 200-as pedig ugye ez egy hamutartalmi meghatározás, ezt egy laboratóriumi körülmények között végzik el, hogy meghatározzuk, hogy mennyire milyen a szervetlen anyagtartalma, de magyarra fordítva a korpázottságát határozzuk meg tulajdonképpen. Jelen esetben ugye ez egy teljes kiöllésű liszt. De ugye léteznek fehér lisztek, sima lisztek, amelyek ugye BL55-ös, BL80-as, illetve BL112-es jelzése vannak. A BL itt jelen esetben ugyanúgy buzalisztre utal, a számok pedig nagyobb növekedő sorrendben, tulajdonképpen, hogy mennyire korpázott, mennyire magasabb a korpatartalma lisztnek. Ez nagyon fontos szempont, mert ez alapján ugye már kategorizáljuk a liszteket. Tehát a BL55-ös, BL80-as lisztet úgy mondjuk, hogy még fehér lisztek, hiszen hófehér színűek, legalábbis úgy kell, hogy kinézzen egy szép hófehér színűek, és korpamentesnek. Tehát, hogyha alaposan megnézzük így a fény alatt, akkor nem szabad, hogy korpát tartalmazon, akármilyen apró korpa szemet sem. A BL200-as teljes kiöllésű liszteknél viszont egy egészen más, sokkal durvább öllésű, és ugye magasabb a korpatartalma. Lényegében az egész búzaszem meg van őrölve benne, és az egész búzaszemnek a mennyiségét így adja ki ez az érték.